A virágoknak hatalmuk van. Képesek megjelenésükkel a legsötétebb pillanatokat is szebbé tenni. Ezért van az, hogy életünk legfontosabb eseményeit mind végig kísérik ezek a növények. A virágkötészet és növénydekoráció a dísznövények ápolásáról, kiemeléséről és esztétikus elrendezéséről szól. Erről bővebben Nyegre Norbert mesél a következőkben. Nyegre Norbert vagyok, jelenleg növényorvos mester is hallgató, itt a Szapienci Erdély Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi karán, továbbá pedig közel másfél éve virágkötészet, illetve dizájnnal foglalkozom. Itt Marosvásárhelyen, jelenleg a Passion virágüzletben dolgozom, itt töltöm a mindennapjaimat, itt sajátítottam el a szakmának a nagy részét. A dísznövények azok mindig is érdekeltek, a kertészmérnöki szakképzésem alatt is a dísznövények voltak azok, a dísznövény tantárgy, ami jobban megfogott, és abból is államvizsgáztam. Én nem úgy tekintek erre a munkára, mint egy munka, hanem ez egyfajta hivatás, mert ott vagyunk, amikor megszületik a családban egy gyermek, ott vagyunk, amikor megházasodnak az emberek, ott vagyunk, amikor legrosszabb esetben elhuny valaki a családban, és mind együtt kell éreznünk a családdal, mind át kell érezzük azt, hogy kinek milyen színre van például most szüksége, hogyha bejön az üzletbe és kér egy rendelést, vagy akár egy csokrot szeretne vásárolni. A napjaim azok úgy telnek, hogy bejövök a munkahelyemre egy idézőjelbe, mert mivel nagyon szeretem nem nevezni munkának, mert ha az ember azt csinálja, amit szeret, akkor az egyfajta hobbi. Reggel például vannak olyan napjaink, be vannak osztva a virágüzletbe, egy nagyon jó rendszer működik, megvan, hogy melyik nap cseréljük a vágott virágokon a vizeket, melyik nap a raktárt takarítsuk, melyik nap. Szóval minden nap megvan a maga a metódusa, hogy hogyan fog lezajlani. Amit pozitívumként emlegetnék ebben a szakmában, az az, hogy az emberekkel való beszélgetés, társalgás, foglalkozás, megismerni az embert. Nem lehet csak úgy eladni valakinek egy csokrot, hogy válaszd azt, mert az jó lesz. Át kell érezd, rá kell nézni egy kicsit, bele kell láss, hogy ő neki pont mire van szüksége, kinek viszi, megkérdezzük, kommunikálunk velük, milyen alkalomra viszi, mert nem mindegy, hogy egy idősnek például be akarsz egy ilyen nagyon vidám rózsaszínt, vagy inkább egy kis pasztellilával mennél hozzá egy csokorral vagy egy kompozícióval. Ami talán nekem a legnagyobb pozitívumot adja a virágkötészetben, illetve a dizájnban, az az, amikor valamit alkotok. Amikor valamit elkészítek, és főleg, hogyha nagyon hamar meg is veszik az emberek, ami nálunk elég gyakori, és ez olyan pozitívummal tölt el, hogy valakinek tetszett a munkám, hogy valaki ezt megvásárolta. Ehhez a szakmához nem elég csupán a virágok ismerete, szükség van néhány készségre ahhoz, hogy jók legyünk abban, amit